Sziasztok, sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, Barbara vagyok, a Narciszkócs, lenémítottam gyorsan a telefonomat, nehogy belénk csörönjenek. Majd nagyon-nagyon-nagyon fontos videót hoztam nektek. Olyan videót, aminek a helyzetét, amiről fogok beszélni benne, én is nagyon jól ismerem, hiszen nagyon sokszor átéltem belülről, ismerem ezeket az úgynevezett betriggerelt, bekapcsolt állapotokat, amikor benyomódnak bennünk ezek a bizonyos nyomógombok, vagy aktiválódnak a sémák, minták, paradigmák, teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk, és olyan embereknek készül ez a videó, akik hasonlóan ilyenkor tudnak a tudatalattiuk a megszokott, a komfortzóna alapján reagálni, és nem tudatosan felelnek, hiszen hosszú a folyamat, a gyógyulási folyamat tulajdonképpen az, amikor ebből a tudatalatti ösztönös működésből el tudsz jutni egy tudatos szintre, és ennek a tudatossági szintnek is egy magas fokára. Szóval én is gyakorlom ezt, higgyétek el évek óta. Én magam borderline-os, megküzdőnek tartom magam, soha nem diagnosztizáltak, így ezt hozzáteszem, de én magam tudom, hogyha nekem diagnózis kellene adni, vagy korábban kellett volna bizonyos élethelyzetekben, akkor ez a diagnózis bizony simán megállná a helyét. És én nem arra titeket, hiszen nem vagyok terapeuta, csak kócs vagyok, ezt mindig elmondom, hogy diagnosztizáljátok magatokat, vagy a párotokat, hanem arra biztatlak titeket, hogy értsétek meg a működési módotokat. Ezért érdemes minél több anyagot megnézni, meghallgatni, szelektálni, jegyzetelni, könyveket elolvasni, hogy rájöjj arra, hogy mi az, ami leginkább rád jellemző, ami a te működési térképed, amit bizonyos élethelyzetekben megszoktál és úgy csinálsz, és ami önsorsontó, ami neked ártalmas, hiszen csak ezeken kell változtatni. Nagyon sok minden van, amit te magad megtehetsz, amihez nem kell terapeuta. De vannak olyan dolgok is, amikhez kell. Na ebben a videóban mindegyikről esik szó, vannak olyan élethelyzetek, amikor érdemes pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni, nagyon jót keressetek, meg kell találni azt, akivel együtt tudtok működni, de rengeteg olyan dolog is van, amit akár egy kulcssal, mint velem, vagy akár egy barátnővel, egy családtaggal is meg tudtok ejteni, vagy amit önmagatoknak is meg tudtok adni. Ma a borderline-os megküzdők, tehát a borderline -ok, kicsit a kódependensek és ADHD-sokra is vonatkozó dolgok lesznek benne, szóval ezekkel a tulajdonságokkal bírók egyedi extrém szorongás a következtében megélt élethelyzetekről, a partneri jó és rossz reakciókról, meg a jó öngondoskodásról lesz szó. Tehát nagyon-nagyon ajánlom! mindenkinek, és kérlek benneteket, hogyha magatokra ismertek, mindjárt átérek a lényegre, nem lesz hosszú videó, akkor ezt többször hallgassátok meg, egész addig még ezek a mondatok be nem égnek, és ott nem maradnak, és amikor jön a szituáció, akkor elő nem jönnek, mint ha kicsit Barbara ott ülne a vállatokon, milyen miniatűr kivitelben, és nem mondaná, hogy figyelj, ez nem te vagy, ez csak a sémád, ez a mintád, te tudod kontrollálni a dolgokat. Nem sokára jövök egy olyan videóval, már készül nektek egy eszköz, Fanni, a kollégám készíti egy grafikai eszköz, amit itt be fogok tudni majd mutatni, lelaminálva nektek, ami egy érzelmi barométer lesz, egy olyan eszköz, ami majd segít ezekben a betriggerelt állapotokban, segít abban, még se sikerült lenémítanom, segít abban, hogy ne induljanak be ezek az automata megküzdések, ezzel jövök nem sokára, remélhetőleg még a decemberi ünnepek előtt. Most pedig Black November van, 2023. november, el kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan akciót jelent, hogyha jelentkeztek a január 20-án, tehát még baromi messze van, legközelebb induló séma a gyorsítósáv 2-re, ahol a tréning 1 és séma 2 18 hetes 5 hónapos kurzusa elindul, és novemberben jelentkeztek rá akciósáron, majdnem egy harmad árba kerül, és ezt be is fizetitek, akkor a 200 ezer forintos online TKOK-t Ajándékba kapjátok plusz bónuszként velem egy 30 perces ingyenes konzultáció, ami egy éven belül bármikor felhasználható. Szóval a borderline-os elmerülési vagy összeolvadási szorongásról fogok most beszélni. Valószínűleg ezt a kifejezést eddig még nem is hallottátok, és az az ember, aki segít a videók lektorálásában nekem, az is bajban volt, hiszen ezt a kifejezést gyakorlatilag magyar nyelven még nem is nagyon látta, nem is nagyon hallotta annyira friss, annyira új dologról lesz szó. Szemvekninnek köszönhetjük az alapot, én ezt ki fogom egészíteni, most egy kicsit Veknin és Barbara koprodució lesz, amit kapni fogtok, mert ki fogom egészíteni az általam megtapasztaltakkal, egy kicsit személyesebbé tudom tenni, de Szemvekninnek köszönhetjük ezt az alaptudást, úgyhogy hallgassátok Szem videóit, Angolul, aki tudja, a YouTube csatornán nagyon ajánlom, vagy pedig bekapcsolhatjátok az automatikus fordítót, ami magyar nyelvre lefordítja. Nem lesz tökéletes, de a lényeget meg lehet érteni, és ott tudtok böngészgetni, hogy milyen témában szeretnétek videót hallani szemtől. Először is, ki az, aki borderline? Ebben a videóban én nem a borderline személyiségzavar meghatározásával foglalkozom, hiszen én nem vagyok sem pszichiáter, sem pszichológus, life coach vagyok. Szenveknén viszont szakember. Szenveknén tudja diagnosztizálni a borderline személyiségzavart, mi pedig hiszünk neki, és ő elmondja, hogy ez a videó a borderline-okról szól, akik így és úgy működnek. Nagyon sok ember van azonban ezen a spektrumon akik nem borderline személyiség zavarosak. Elindul az egész egy kódependenciával, egy mások kedvére tevéssel, egy empátiával, egy túlzó empátiával, azzal, hogy mindig a másikon jár az agyunk, meg akarjuk menteni, segíteni akarunk neki, fel akarjuk emelni, meg akarjuk védeni, gondoskodni akarunk róla. Nagyon-nagyon-nagyon ez a kódependencia, amikor magunkat háttérbe szorítjuk, elhanyagoljuk, mert mindig a másikra fókuszálunk és elindulunk a borderline irányba, egészen a személyiség zavarik, de közte van egy nagy spektrum, tehát lehet valaki olyan, aki egy-két borderline szokással, tulajdonsággal, egy-egy diagnosztikai kritériummal rendelkezik, de nem jellemző rá minden. És természetesen van, aki nagyon súlyos borderline személyiség zavarban szenved, amit ugye szakemberek tudnak diagnosztizálni különféle tesztekkel, beszélgetésekkel, egyéb módokkal, megfigyelésekkel, és azok közül is van egy nagyon kevés szűk csoportja a borderline-oknak, akik másodlagos pszichopataként is tudnak viselkedni, ők az igazán veszélyes borderline-ok. -ok. Én magamat nem tartom annak, nem is voltak ilyen pszichopata tulajdonságaim, hála Istennek soha, de azért egy jó, erős, közepes borderline kategóriába beillet. Nézzétek meg a videókat a témában, nekem is van egy csomó, főleg szenvednén, megtaláljátok az interneten a borderline 9 kritériuma, a diagnosztikai kritériumot, hogy egy kicsit ráhangolódjatok, hiszen én úgy gondolom, hogy a tudás, hatalom, ezt senki nem veheti el tőlünk. Bánthatnak engem, üldözhetnek engem, hiszen vannak ilyenek, pszichológusok, pszichiáterek, hála Isten, kevesen vannak, nem sokan, azért, mert hogy azt gondolják, hogy nekem nincs jogom erről beszélni, de én meg úgy gondolom, hogy jogom van, és ezt is kell tennem, én ebben ilyen megszólítottanak érzem magam, mert érintett is vagyok, és szeretnék segíteni minél több embernek, hiszen minél több mindent tudunk arról, hogy mi zajlik velünk, és mi hogyan működünk, annál jobban tudunk boldogulni az életben. De hogy mondtam, vannak élethelyzetek, krízishelyzetek, súlyos helyzetek, amikor szakemberekre van szükség. Szóval ne diagnosztizáljunk, de döntsük el azt, hogy van-e olyan működési módunk, gondolkodásmódunk, reakciónk, ami hasonlít arra, amiről ma szó lesz. Tehát, hogy sokszor kerülsz -e be automata érzelmi állapotba, sémák fogságába, változik egy gyakran a hangulatod, van-e benned impulzivitás, stb. Jó? És akkor, ahogy mondtam, hallgass meg többször is ezt a videót. A legtöbb terapeuta, vagy szakember, vagy tudós, az kizárólag egyfajta szorongással foglalkozik. Ezt a kifejezést szerintem te is ismered. Ennek a neve szeparációs szorongás, vagy hétköznapi neve elhagyatási, elhagyási szorongás a séma tréningen, ez az egyes számú séma, az elhagyatási séma, az elhagyási séma, jó? Tehát erről a szorongásról nagyon sokan tudunk, ismerünk, olvastunk, hallottunk. És mindenki tudja, feltételezem, aki itt van ezen a csatornán, hogy akit borderline személyiség zavarral diagnosztizálnak, diagnosztizálnak, annak van ez az elhagyatási vagy szeparációs szorongása, az egyes számú sémája, ami nagyon könnyen betriggerelhető, kiváltható, sokszor kívülről, sokszor belülről a fantáziából. Tudjuk, hogy félnek az elutasítástól, a megaláztatástól, a megcsalástól, attól, hogy a másik kidobja őket, attól, hogy a másik, akit szeretnek, elhagy, megcsal, meghal, megbetegszik, otthagy a súlyos borderline személyiségzavarosak, spektrumon a súlyosak, te majd magadat elhelyezed, mindenhol és mindenben ezt az elhagyatást vélik felfedezni, megnyilvánulni, akár a legártalmasabb dolgokban is. Mondok egy példát a saját életemből, ez nem olyan régen történt, mert nekem is betriggerelődik ez az egyes számú sémám, ez az elhagyatási szeparációs sémám, a leg, hülyébb helyzetekben, vagy legártalmatlanabb helyzetekben is, csak tudom már kezelni, tudom, hogy mit kell csinálni, hogy ne menjek le a gödör legaljára, és ne tomboljak, ne szakítsak, ne, ne törjek ki, és ne ártsak magamnak. Szóval az volt a szituáció, hogy nagyon kevés időt tudunk a párommal együtt tölteni, én sokkal többet szeretnék, ő viszont még a megvalósítási szakaszba jár az életében, nagyon sokat dolgozik, a hétvégén is nagyon keveset tudunk együtt lenni, meg késő este találkozunk gyakorlatilag a hétköznapokban, és fölvetette egy ilyet, hogy mi lenne, ha ő hétköznap az egyik napot megpróbálná felszabadítani, vagy legalább a felét a napnak, és ő örömet akart nekem okozni, ezt egy este jelentette ki, hogy, és én bennem azonnal beindult öntudatlanul az, hogy ez azt jelenti, hogy akkor a vasárnapot, azt a fél napot, amit együtt tudunk tölteni, biztos, hogy dolgozni fog menni. Egyébként szerintem benne is volt ez a papírban. Ő utána azt mondta, hogy ő idáig nem jutott el, mert én betrigger előttem. És ez biztos azt jelenti, hogy már annyira se vagyok neki fontos, hogy elhagyja a francba, beáldozza, föláldozza azt a mi kis kevés vasárnap délutánunkat, amikor együtt vagyunk, és bekapcsolt azonnal ez az elhagyási szorongás, ami jött először egy szomorúsággal, aztán düvel, és akkor végigmentünk ezen a perióduson, csak mivel tudjuk, hogy mit jelent betriggerelt állapotban lenni, ezt azért tudjuk is, hogyan kell ezt kezelni, és hogy lehet kijönni. Na, erre fogok majd neked is eszközöket mondani. Szóval így működnek a borderline -ok, hogy egy legártalmatlanabb dolog is elindíthat benne egy ilyen akár elhagyási, akár érzelmi megfosztottsági sémát, Bennem ez nagyon könnyen triggerelhető, és ha nem dolgoznék rajta, akkor minden ilyen szituációba szakítanék, és akkor az lenne a kimenetel, hogy se veled, se nélküled lenne egy szerető kapcsolat helyett a mi kapcsolatunk. A borderline -ok, tehát nagyon sok mindenben azt látják, hogy félre rakják őket, a másik fontosabb, elhagynak minket. És hajlamosak vagyunk túlgondolni mindent, belelátni dolgokat, a helyzetekbe, túlanalizálunk mindent, és sokszor a legrosszabb forgatókönyvet vetítjük elő, ahogy mondta a párom, hogy nem is értettem, hogy ebbe a jó szándékú cselekedetemben, hogy igazából csak elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogy tudnánk egy kicsivel több időt együtt tölteni, te a legnegatívumabbat vetted ki. Mert a borderline így működik, hogy valahol a legrosszabbra készül. Nyilván nem ok nélkül, hiszen a legtöbb borderline embernek nagyon szörnyű dolgok vannak a múltjában, ami miatt sokszor a rossz forgatókönyvre készül. Szóval ezt úgy hívjuk, úgy is hívjuk, hogy előzetes szorongás. A borderline-oknak azonban van még egy szorongása, de ahogy meg fogjátok érteni, nem csak a borderline-oknak van ez a szorongás, ADHD-soknak is lehet, illetve kódependenseknek is, Fogjátok fel úgy a kódependens, mint egy enyhe borderline-t, jó? Vagy a borderline-t, mint a súlyos kódependens. Nem ugyanaz. Pszichológiailag ez nem állja meg a helyét, de a spektrumon valahogy így kell elképzelni. Eddig nagyon kevés szó esett a szakirodalomban erről a fajta szorongásról, amiről most beszélek, amit Szembeknin hozott fel. Igazából többféle módon is fordítottuk magyarra. Lehet elmerülési, elég hülyén hangzik, vagy összeolvadási szorongásnak hívni, nem tudom, hogy kinek mi a szimpatikusabb, nekem talán ez az összeolvadási szorongás azért szimpatikusabb, mert amikor a séma tréningen a sémákat ismerjük meg, és ezzel kapcsolatban edukálom azokat, akik eljönnek a séma tréning egyre, ott van egy olyan séma, hogy összeolvadás, éretlenség, és valahogy nekem ezzel jobban harmonizál, mint ez a elmerülésről mindig a búvárok jutnak, vagy a titanik az eszembe, hogy hogy lehet egy szorongást ilyen hülyén elnevezni, de angolból ugye ez a két fordítás tűnik még a legracionálisabbnak, hogy elmerülési, a másikban elmerülés, vagy beleolvadás, összeolvadási szorongás. Na ez akkor üti fel a fejét, és ez nagyon fontos, amikor a borderline-nak a kapcsolata kezd jobbá válni. Kezd intimé válni, igazán beleszeret a másikba, amikor a párja elkezd közel kerülni hozzá, és most nem feltétlenül a borderline narcisztikus párról beszélek, hanem lehet ez a fél, egy normális fél, vagy egy kódependens fél, vagy egy ADHD-s fél. ADHD és borderline is gyakran áll össze. Tehát bárki lehet, lehet akár narcisztikus is az első fázisban, a love bombing időszakában, tehát amikor elkezd a kapcsolat intimé válni, amikor közel kerül hozzá másik, akkor a borderline, de lehet kódependens vagy adhd is, hihetetlen módon elkezd szorongani. Hihetetlen, extrém módon kezd el szorongani. Ugye egyrészt bekapcsol ez a bizonyos szeparációs szorongás, az elhagyatási szorongás, ami egy réteg, hogy akit szeretek, úgyis el fog hagyni egyszer, és mit tegyek, mit csináljak, hogy ne hagyjon el. De ez nem elég, hogy ez megjelenik. Megjelenik az is, hogy azt érzi, hogy a másik, akit ő megszeretett, elkezdi irányítani őt. És mivel ő a borderline, ugye. Egy instabil személyiség. Szüksége van a másikra, aki ott áll mellette stabilan, és neki kiszervezi ezeket a borderline, így mondják, a belső működési folyamatait. Tehát úgy érzi valahogy, hogy az elméje ő rajta kívül van, és szó szerint odaadja a párjának, a házastársának, a legjobb barátjának, vagy a különleges barátjának. Ettől viszont azt érzi, hogy ő kicsinyedik, hogy ő kezd eltűnni, ő asszimilálódik, beleolvad, összeolvad a másikkal, ugye, a másik megemészti, felemészti, elragadja őt. Fél, ez a félelem, ez ott van, retteg. Retteg attól, amiatt szorong, hogy ő eltűnik, elmerül a másikban, a másik által. És ez a lényeg, ez dokumentálva is van a szakirodalomban, bár nem sok szó esik róla. A kérdés az, hogy miért van ez? Erre az a válasz, szemvekmin válasza, hogy a rossz tárgy miatt, ugye a pszichológiában a tárgy az embert jelent. Mindjárt elmagyarázom, hogy mit értünk a rossz tárgy alatt, ami ugye a narcisztikusnak is van, és a borderline-nak is ezek szerint van. Tehát nagyon sokat fogunk tanulni arról, ez már az én hozzáadásom, és a következő videókban igyekszem majd erről tanítani, hogy mi történik a betriggerelt állapotban, amikor életre kell ez a szorongás, vagy az elhagyási, vagy ez az összeolvadási szorongás, vagy más sémám kell életre. Történik egy akció velem, valami, ami kiváltja. Ez lehet valós, a valóságban megtörténő sértés, egy mondat, egy hanglejtés, vagy lehet a fejemben előforduló képzel dolog. Tehát vélt vagy valós dolog, ami beindítja bennem akár a féltékenységemet, akármit. Jó, tehát van egy akció. Erre én reagálok. Lesz egy reakcióm, jó, a belső vagy külső eseményre, és a reakciómra, meg a páromnak. Lesz egy reakciója, vagy az anyámnak, vagy a legjobb barátomnak. És sajnos ez az akció, reakció, reakció hármas, ez nagyon brutál mélységekig tudja levinni a kapcsolatot, akár a szakításig, akár durva dolgokig, bántalmazásokig. Jó, tehát ezzel fogunk majd foglalkozni következő időkbe, hogy ezt az érzelmi barométerünk, mikor jelzi, hogy hol tartunk, és mikor érezzük, hogy bele fogunk menni az akció-reakció-reakcióba, akkor mit is cselekedhetünk, jó? Azért, hogy megtudd, hogy mi az, ami benned bekapcsolható, betriggerelhető, hogy tisztában legyél azzal, hogy milyen élethelyzetek tudják benned bekapcsolni ezeket az automata módokat, azért gyere el a január 20-án kezdődő gyorsítóság 2-re, a séma tréning 1 plusz 2-re, amit mondta. Oké? Okay? Tehát a borderline-nak -ok ott tartottunk, hogy van egy rossz tárgya. De mi az egyáltalán? Ki az egyáltalán? Ugye a tárgy embert jelent. Az van, hogy a borderline-ok -ok fejében vannak belső hangok. Mindannyiunk fejében vannak belső hangok. Mész az utcán, és akkor egyszer csak gondolkozol, és jön egy belső hang, hogy hát most ennék egy hamburgert, vagy mit tudom én. Tehát vannak belső hangjaink. A borderline-oknál nagyon sok negatív belső hang van. Negatív, automatikus gondolatok jönnek a fejébe. Ezek introjekciók, magába vetített tapasztalatok, szerepek, gyűjteménye, mint egy lexikon, úgy képzeld el. Ezek a belső hangok, Folyamatosan szóvá tartják, informálják a borderline arról, hogy ő mennyire nem méltó a szeretetre. Ezek a negatív hangok folyamatosan. Nagyon nehéz erről beszélni, de bántják őt, emlékeztetik arra, hogy ő méltatlan a szeretetre. Nagyon megható ez a dolog, hogy mennyire. Lúze, hogy mennyire nem jó ember, hogy mennyire hozzá nem értő, hogy ő mennyire kudarc. Tehát egy sor önmegtagadó, önkárosító, öndegradáló, önpusztító ilyen introjekciója van, amit az élete során magába szedett, magába vetített. Ezt nevezzük, ezek összességét, ezeknek a negatív, belső hangoknak, az összességét nevezzük rossz belső tárgynak tulajdonképpen ez egy fantáziálás, de ott van benne, és a számára nagyon is élő. Tehát ahogy a narcisztikusnak, ugyanúgy a borderline-nak is van egy rossz tárgya, van ilyen rossz tárgya. De mi az összefüggés? A rossz tárgy és a elmerülési vagy összeolvadási szorongás között. Amikor a borderline intimitásnak van kitéve, nagyon fontos, amikor valaki végre igaz szeretettel, szerelemmel fordul felé. Feltétel nélkül, vagy nagyon pici feltételhez kötött szeretettel szereti őt. Ideális, amikor együtt érez vele, gondoskodik róla, támogatást nyújt neki valaki, tehát röviden, amikor őt szeretik, az benne sajnos egy diszonanciát, egy egyensúlytalan zavaros állapotot hoz létre. Mindjárt megmagyarázom, hogy miért. Tehát ez nagyon fontos, és nagyon sok borderline fog sírni ezen a videón, amikor rádöbben, vagy társ, mert nyilván szeretitek a másikat, még akkor is, hogyha vannak ilyen defektje, szóval amikor végre megkapja azt a vágyát, amire nagyon vágyik, hogy szeretve legyen, intim társa van, amikor azt mondja neki a másik, hogy szeretlek, és az azt jelenti, akkor a borderline számára, hogy szerethető vagyok. Vagy amikor azt mondja, hogy én segítelek, én támogatlak, akkor azt jelenti, hogy méltó vagyok arra, hogy a másik támogasson engem. Amikor azt mondja az társ, hogy bízom benned, megbízom benned, akkor azt jelenti a Borderline számára, hogy én jó vagyok, nem pedig rossz. Tehát ha ilyen üzenetet kap kívülről, a partnerétől, például egy Borderline, az ugye kontra, ellentmond a rossz tárgy üzenetének, a belső negatív hangoknak, a belső párbeszédnek. Ilyenkor tehát a borderline-ban két egymással versengő, egymással, egymással ellentétben álló üzenet dolgozik benne. Az egyik belülről jön, a belső tárgyból kiindulva, az introjekciókból, ami azt súgja, rossz vagy nem vagy méltó semmire, nem vagy elég jó. A másik üzenetcsomag kívülről érkezik a párjától például, vagy a legjobb barátjától, aki azt mondja, hogy de jó vagy, te kedves ember vagy, te méltó vagy a szeretetre, te nagyon szerethető vagy, méltó vagy az együttérzésre. Tehát van egy jókora konfliktus a két hang között. Olyan, mint amikor háború zajlik oda mikor két hadsereg csak össze, az egyik a borderlineon belül van, eltökéltem mondja, rombolja őt, pusztítja belülről a borderline-t. Ezek a belső, nyers, belső kritikus hangjai, a szadista, szuperegó hangjai, ezekről a kolterápián tanulunk. És ezek a hangok, ezek a szadista, szuperegónak a negatív hangjai, le akarják őt nyomni. Tönkre akarják tenni az önbecsülését és a magabiztosságát. Szabályozatlanná akarják tenni az érzelmeit. Azt akarják, hogy szétessen, labilis legyen, hogy ne értékelje magát egyáltalán, hogy méltatlannak higgye magát. Tehát a borderline-ban duruzsoló, negatív hangok, ilyen önpusztítók, amik belül vannak, oké? Okay? A kívülről érkező hangok, a szeretteitől, szerelmétől, partnerétől érkező hangok, attól a személytől, aki imádja őt, aki kényezteti, aki vágyik rá, aki a legjobbat akarja neki, a kívülről érkező hangok, azok egészen mást mondanak, és ezek összecsapnak a belülről érkező hangokkal. És ebből lesz az a diszonancia, ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor úgy mondjuk, hogy kognitív diszonancia, erről is van videóm, keres rá a kis nagyító alatt. A diszonanciának több fajtája van, ezeket is tanuljuk a koltterápián. hét fajtája van, a kognitív diszonancia az egyik diszonancia fajta. Ha tehát jelen van a diszonancia, főleg egy ilyen alapokat érintő és mélyreható szinten, amikor egy lényegi diszonanciával állunk szemben, amikor a diszonancia, ez a zűrzavar, ez az egész lényünket érinti, azt, aki vagy, az alapidentitásodat, amikor ezeket éri a zavar, tehát amikor ilyen szintű diszonancia van, akkor annak mindig szorongás lesz a vége. Mivel ezt a diszonanciát, ezt az ellentmondást az illető nem tudja feloldani. Ha fel lehetne ezeket oldani, akkor nem lenne diszonancia nyilván. Akkor harmónia lenne. Tehát amiatt, hogy ezt nem lehet ezt az ellentmondást, diszonanciát nem lehet feloldani, ez egy nagyon fenyegető, mindent átható, lidérces érzés. Ettől hatalmas szorongás alakul ki az egyénben. Ez a szorongás vezet ahhoz, hogy az illető kezdjen valamit a helyzettel, hogy megpróbálja elhallgattatni az egyik hangot a kettőből, ugye? Ne feledd, hogy a diszonancia ebben az esetben a két hang között van, a belső és a külső hangok között. A belső a negatív, amely szerint a borderline egy rossz ember, egy rossz tárgy, és a külső a pozitív, mi szerint a borderline egy jó ember, egy szerethető ember. A borderline ahhoz, hogy elkerülje ezt a diszonanciát és a szorongást, nem tud más csinálni, mint megpróbálja kiiktatni az egyik hangot. Hogy ne legyen ez az összehangolatlanság, ez a diszonancia. És csak egyet szabad megtartani a kettőből. Na mit gondoltok, mit fog majd választani? Tuti, hogy kitaláljátok rá választ, de mindjárt elmondom, hogy miért az. A baj az, hogy nem tudja kiiktatni a belső hangot. Ha nem tudja kiiktatni a belső hangot, akkor mit fog kiiktatni? A külsőt. Nem tudja leigázni az introjekciót, amit magába vetett. Nem tudja elhallgattatni, mert az túl hangos, túl álhatatos, túl régi. A legtöbb borderline-nál ugyanis már kora gyerekkorában kialakult ez a negatív belső hang. Azóta ez az ő részévé vált félreértelmezi ezeket a belső hangokat, és azt hiszi, hogy ez az ő hangja, azonosul vele, Összetéveszti az ő hiteles énjével, hiteles hangjával, pedig ez a hang nem az övé, ez az anyjáé, az apjáé, a tanáraivé, az edzővé, a példaképé, a társaié, akiket magába vetített. Ebből kifolyólag, ugye ez diagnosztikai kritérium is, a borderline-nak identitás zavara is van. Az alapidentitása nem állandó, olyan, mintha több száz személyisége lenne. Hát ismeritek, hogyha ebben a helyzetben vagytok, vagy voltatok, éltetek, jártatok együtt ilyen személye. A borderline tehát képtelen elhallgattatni a belső hangokat. Képtelen kikapcsolni ezeket a hangokat, amik azt mondják, hogy ő maga egy veszett ügy. Hogy semmire sem jó. Ezért mit csinál? A külső hangokat hallgattatja el, hogy megszűnjön ez az összehangolatlanság. Eltolja magától a párját. Visszavonulót fúj. Ha kell, agresszív, erőszakos, provokatív lesz, vagy elkerülő viselkedést vesz fel, eltűnik. Ez a folyamatosan ismétlődő, megközelítés, elkerülés, megközelítés, elkerülés, kényszeres függőségi ciklusa. Annak az ismétlési kényszernek, Freud mondja ezt a kifejezést, amely jellemzi a borderline. -t. Ehhez van tehát köze. A rossz tárgyhoz a belső, becsmérlő hangok, negatív hangok, és a jó, kívülről jövő, kedves, párjától érkező, dicsérő szavak közötti konfliktushoz. Mert ez a konfliktus diszonanciát teremt, szorongást, majd elkerülést, eltávolodást, szakítást, szünetet, visszavonulást, elrohan a partnerétől, szakít vele, eltolja őt, elidegeníti, szétzúzza az intimitást, megcsalja a partnerét, nem, ezt nem mind csinálja, ezek mind lehetőségek, fájdalmat okoz neki. Ennek mind az a célja, hogy elhallgattassa a partner hangját. Ezzel akarja kiiktatni a diszonanciát, és csökkenteni a szorongását. Javítani azon, hogy ne legyen ilyen nagy a szorongás, tehát azaz egyfajta szorongásoldó lépés ez a részéről, ez a kényszeres cselekedet. Ezért ne haragudjatok rá, hanem tudjátok, hogy ő amíg nem gyógyult, nem képes másik működésre. Vannak a pleasing people úgy mondanánk talán magyarul, hogy a másik, mások kedvére tevők, akik mindig másokat szolgálnak, hasonló a kódependenciára, és ők is csinálják ezt. Tehát a borderline -ok, a kódependensek és a mások kedvére tevők, meg az ADHD-soknál is van ilyen, hogy folyamatosan ilyen helyzetekbe kerülnek. Átélnek ilyen konfliktusokat, az internalizált rossz gondolatok, hát egy ADHD-s, most tanulom a tanfolyamot, egy nem diagnosztizált ADHD-s gyermek 12 éves koráig 20 ezer 20 negatív kritikát kap az egészségeshez képest, aki csak pár ezret. És annak csak az idézője és ennek ellentmondó, tehát a negatív, rossz tárgy és az annak ellentmondó külvilágból érkező pozitív hangok között konfliktusokat élnek meg. Nagyon gyakran ilyenkor rosszul viselkednek, provokatívan, de csak azért, hogy a másik végre azt mondja rájuk, hogy ők tényleg rosszak, mert akkor nem lesz ellentmondás. De bele őrül abba, hogy az egyik azt mondja belül, hogy ő szar, és rossz, a másik meg azt mondja, hogy te milyen kedves vagy, ugye? Azt akarja inkább ilyenkor, hogy a többiek ítélkezzenek felette, megbüntesse őket. Ezért is van sokszor büntető készenlétben, van egy ilyen séma, ez a 18-as számú séma, a séma tréningen edukálok, megtanítom ezeket a sémákat, hogy felismerd, mikor ez bekapcsol. És amikor bekerül valaki, hogy mentálisan spirituálisan, vagy fizikálisan is megbüntesse, vagy megbüntettesse önmagát. Ez a borderline-oknál mindig van. Ez okozza a 11%-oknál a sikeres öngyilkosságot. Ez a genyó 18-as számú séma a büntető kész elé. Szóval azt akarják, hogy a többi ember megerősítse azt, amit a saját belső hangjuk súg, ami a rossz tárgyra épül. Erősítse már meg ezt a külvilág. Hát én már megőrülök ettől, hogy az egyik azt mondja jó, a másik azt mondja rossz, ennél minden jobb. Erősítsék már meg, hogy én tényleg egy szalember vagyok. Azt akarja, hogy a többi ember szemében is rossz tárgy legyen, mert számára minden jobb ettől a bekebelező szorongástól. Önbüntetés, szexuális lealacsonyodás, vakmerő viselkedés, veszélyes vakmerő viselkedés, ivászat, drogok, függőségek, ezek mind-mind-mind a rossz tárgy negatív üzenetei és a kívülről érkező jó üzenetei közötti konfliktus következtében vannak. Amikor ezeket tapasztalja meg, konfliktus van, valahogy reagálni kell rá, megiszik két üveg bort. Ezeknek a viselkedési módoknak az a célja tehát, hogy összhangba hozza a belső és külső valóságot. De ezek mind-mind-mind, ezek a viselkedések önpusztítók, önrombolók, kontraproduktívak. Az egyetlen célja ezekkel, figyelj, fontos, hogy a külvilág tehát szintén olyannak lássa őket, amilyennek ők látják magukat a belső negatív hangok alapján, amilyenek ők gondolják magukat. Kudarc vagy, tehát elbuksz a valóságban is. A belső hang azt mondja, hogy nem vagy szerethető. Erre te elkezdesz úgy viselkedni, hogy tényleg ne legyél az. A belülről érkező üzenet az, hogy nem vagy megbízható, ezért megcsalod a párodat. A belső üzenet az, hogy korrupt vagy erkölcstelen vagy erre, te promiszku is leszel, össze-vissza szexelsz mindenkivel, vagy elkezdesz drogozni, inni. A belülről érkező üzenet az, hogy buta vagy, erre te elkezdesz bután, hanyagul, vakmerően viselkedni. És ezt addig csinálod, amíg teljesen meg nem felelsz a fejedben élő rossz tárgynak. Tehát úgy alakítod, formálod, rombolod az életedet, hogy összhangban legyen a rossz tárgyal és a mások kedvéretevők, meg a kódependensek sokszor pontosan ugyanezt csinálják. Akció, reakció, partnerreakció. Háromszög. Ez egy ördögi kör. Nem jó ebbe belemenni, ebbe a játékba. A partnernek mondom ezt, hogy rosszul fog reagálni, ha ilyenkor belemegy a mindig ismétlődő játszmába. Ami ugye... Beindítja ezt az egészet. Jön az akció, kívül belül valami elindul, és ezt lereagálja a borderline, és elkezd gyanakodni, nyomozni, lehallgatni dolgokat, megjelenni váratlanul, tesztelni, provokálni, valamit csinál. És ebből a partnert is be fogja triggerelni, az ő sémái is életre kelnek, szinte mindenkinek vannak sémái, és azért, ha valakit elég kitartóan provokálok, előbb-utóbb a legnyugodtabb, békés természetű ember is bekattan, ugye, hogyha ezt elég sokáig csinálom. Tehát lesz egy reakció, és amikor a partner is negatíva reagál, már végre haragszik, már végre rossznak látja a borderline-t, akkor onnan már benne vannak a sémák sűrűjében, tök automata üzemmódban, és akkor már végig mennek ennek, ebben a lefelé vívő spirálon az esetek többségében, akkor már nagyon keveset tudunk tenni. Tehát gyakorlatilag ilyenkor osztozik a partner ebben a pszichotikusnak tűnő őrületben, ami mindig újra, meg újra, meg újra bekapcsol, amikor a borderline-nak jönnek ezek a negatív belső hangjai. Hasonló helyzet van az ADHD-soknál is. Sok videót fogok erről készíteni, nézzétek, mert rengeteget lehet belőle is tanulni, nagyon sok az átfedés, izgalmas terület, jól fejlődő, jól kezelhető terület, ott begubózás van szintén. Nézd meg, nekem is van már öt videóm az ADHD-sról. Sok a komorbiditás. Az ADHD-s, aki csak, csak ADHD-s, az nem narcisztikus, de néha olyannak tűnik. A narcisztikus lehet ADHD is. Tehát érdemes ezekről a dolgokról is tanulni, mert a tudás az tényleg hatalom. Ha elkezded érteni, még akkor is, ha egy itt ponton ez zavaró, ez az egész és azt mondott, hogy úristen, most már annyi információ van, hogy nem tudom eldönteni. Nem baj. leüllepszik majd elindulsz valamilyen irányba, egyre tisztább lesz az a zavaros víz a vödörbe leülepszik, és tiszta víz lesz a tetején, és meg fogod érteni azt, hogy miről van szó. Az ilyen reakciók egyike borderline-nál, kódependensnél, vagy adhd snál az úgynevezett beszűkült tudatállapot, a beszűkülés, vagy az ADHD-ban akár hiperfókusz is lehet. Tehát ez is egy klinikai kifejezés, a beszűkült élet. Ezek az emberek, tehát a másik kedvére tevők, kódependensek, borderline -ok, néha ADHD-sok, Kizárólag másokon keresztül élnek, vagy a másiknak élnek, vagy másodkézből élnek, az identitásukat a külső tényezők határozzák meg. Ebből következik, hogy zavart az identitásuk. Nincs magja, nincs stabil magja az identitásuknak, a külvilágból importálják az identitásukat kollektív identitása van a borderline a narcisztikusoknak, és sokszor az ADHD-soknak, vagy a kódependenseknek is. Na de hogyan lehet ezzel megküzdeni? Feldolgozni, fejlődni. Mit tehetnek ezek az emberek? Ha borderline vagy a spektrumon valahol, borderline megküzdésed van, vagy akármi, vagy kódependens, vagy a másiktól függő vagy, vagy ilyen személyiségzavarod van, vagy megküzdési stílusod van, akkor elképzelhető, ha súlyosabb eset vagy, hogy szakember segítségére van szükséged, akár terápia is szóba jöhet, amelyeket a következő három módon kell használnod. Jó? Tehát mielőtt belemegyünk a három megoldásba, ismételjük meg, mit tanultunk. Ha olyan helyzetek alakulnak ki, amelyek során olyan üzenetek érkeznek kívülről, amik ellent mondanak a belső észleléseidnek, akkor elkezded magadat rossznak, erkölcstelennek, reménytelennek, szerencsétlennek, butának, rondának, kövérnek, hülyének érezni. Miközben a kívülről érkező üzenetek ennek pontosan az ellentettei ebből kialakul a szorongás, amiből jön a diszonancia, és azon leszel, hogy mindenképp bizonyíts, hogy te nem olyan vagy, mint amit a külvilág sugalmaz, hanem olyan, mint amit a belső hangok üzennek, azaz te egy rossz ember vagy, rossz tárgy vagy, és fogod magad, lerombolod, tönkreteszed az életed. Ezt csinálják a sémák, ezért hívjuk őket maladaptívnak. Rosszul adaptált módok, amik önsorsrontó módon teszik velünk, amit tesznek, amikor betriggerelődünk, bekapcsolódunk bennünk, ezek szindrómák. Ha ilyen szindrómában, sémák erdejében szenvedsz, akkor három dolgot tehetsz. Majd mondom egy következő videóban az érzelmi barométert is bemutatom, az még nincs kész. De a borderline-ok, -ok, kódependensek, ADHD-sok próbálják ki ezt a három megoldást, Ideális esetben egy terapeuta, pszichiáter, szakpszichológus jó szakember segítségével. Ha nem vagy súlyos, és nincs más lehetőséged, akkor gyere coachingra, vagy kezd el önmagad, vagy tanítsd meg erre a családtagjaidat. Az első, nagyon figyelj, legyen embermentes időd, embermentes zónád. Jó kis kifejezés, mi? Embermentes. Hú, de legyen embermentes időd, elvonulási helyed. Alakíts ki valahol ilyen zugot magadnak. Tilts ki onnan mindenkit. Öntudatlanul csináltam ezt a dolgot 7-8 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a coaching vállalkozásomat, és az én irodámat, amit kibéreltem valahol a város egyik pontján, azt egy ilyen búvóhelynek tekintettem. Nem tudtam, hogy ez az, itt is dolgoztam, de az a fél napomban nem találkoztam senkivel. Önmagam voltam, mert erre volt a lelkemnek szüksége, mert akkor egy nagyon betriggerelt állapotban voltam. Szóval legyen embermentes kuckód, zónád, irodád, foteled, bármid, és embermentes időd. Onnan mindenkit tegyél ki, de nem csak onnan fizikailag, hanem a gondolataidból is. Ezt legalább napi egy órában tedd. Legyen ez olyan, mint egy vallási rituálé. Soha ne hagyd ki. Ez nem azt jelenti, hogy ülj le a kanapéra és álmodoz, hanem azt, hogy iktasd ki az embereket erre az egy órára teljesen, mentálisan, fizikálisan, ne gondolj rájuk. Tréningezd magad arra, hogy túlélj napi egy órát emberek nélkül, fizikai és mentális értelemben egyaránt. Ha közben eszedbe jut valaki, állj le, állítsd le a gondolatot, hallgattad, de hallgattast el magadban, én azt szoktam mondani, képzeld el, hogy a patakon csordogálnak ilyen akkor ültesd rá, menj tovább. Eleinte ez nehéz, gyakorlat teszi a mestert. Ez az első megoldási javaslat. A második, struktúráld az életedet, vigyél rendszert az életbe. Tudod, sikercoaching tanfolyamaimon tanítom, a menny, els, a rend, a mennyek első számú szabálya. Rend és rendszer, struktúra. Vágj bele egy figyelmet és időt igénylő feladatba, megbízásba, legyen hobbid. Röviden légy elfoglalt. Rengeteg hangzaj van benned, a fejedben. Nyomd el a külső hangokat, teremts új zajokat az életedben. Minél elfoglaltabb vagy, minél több feladatod van, minél több munkát teendőd van, annál kisebb az esélye annak, hogy ezek a rossz tárgy hangjai, hogy ezekre hallgatsz, Velük törődsz, rombolod az életed, mivel a teendők mellett egész egyszerűen nem fogod hallani őket. Tehát, ha zajokat teremtesz az életedben, akkor elfolytod a rossz tárgy hangjait, elcsendesíted. Ez egy olyan tanács, amely komoly, súlyos depresszió esetén is alkalmazható. Ilyenkor mindenképpen pszichiáter kell, és lehet, hogy gyógyszer is kell. A súlyos depresszió is egy hang. A kognitív viselkedés terápia megjelenése óta tudjuk ezt. A kognitív viselkedés elméletének a megalkotása óta tudjuk, hogy a súlyos depresszió is egy hang, vagy hangok sokasága, amelyek azt mondják neked, hogy minden reménytelen, nincs remény, nincs segítség. Ezt segítséggel, gyógyszeres és terápiás segítséggel kell elnyomnod ezeket a hangokat, vagy elengedned a szakember segítségével, ezt úgy lehet megtenni, ha újabb hangokat teremtünk, olyanokat, amelyek szintén kívülről jönnek, de nem állnak ellentmondásban ezekkel a hangokkal. Itt nem a párod, az intim társad hangjára gondolok, amikor azt mondja, hogy szeretlek, arról beszélek, hogy legyél nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt, önkénteskedj, keres új munkát, vegyél egy házi állatot, legyen egy új hobbid. Ha így teszel, akkor nem marad időd a régi hangokra, a rossz tárgy üzeneteire, így az végül elhalkul. Jó? A mentális gazdaság vagy közgazdaság egyik alapelve, hogy használd vagy elveszíted. Amit nem használunk, nem figyelünk rá, az úgy mindegy nem használt izom elsorvad, elhal. A harmadik, amit tanácsolok, és ehhez is főleg terapeuta kell, mikor megjelenik a kényszeresség, a ruminálódás, a rágódás, akkor terapeutát kell találnod, akkor törekedj arra, hogy hagyd abba azt, hogy folyamatosan a múltban vagy a jövőben élsz. Az érzelmeiddel mindig a múltban, vagy a jövőben vagy jelen. Igen, jól hallottad, a jövőt is mondtam, szembeknin ezt mondja. Ugye, és korábban említettem a reményt. Természetesen nem a rossz, a hamis reményre gondolok. A rossz remény az a vágyvezérelt gondolkodással egyenlő, amikor azt hiszed, hogy valami csodálatos, mágikus, varázslatos fog történni, amitől az egész életed megváltozik, nem erre gondolok, hanem arra, amikor az ember a saját kezébe veszi a sorsát, és képes önmagát korrigálni. Tudatosság, 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 tanulás, képzések, könyvek, videók, tudatosság, milyen sémám van, milyen érzelmi állapotban vagyok, miért vagyok betriggerelve, milyen más alternatívák vannak egy ilyen betriggerelt állapotban, mire kell emlékeztetnem magam, hova tudok emlékeztető kártyát tenni, tudom, hogy hogy működik. Nem rágódok újra a múlton, abba hagyom a ruminálást, abba hagyom az analizálgatást, abba hagyom a nyomozást, a túlgondolást. Nem állandóan emlékezni akarok minden rosszra. Elfelejtem a múltat. Egyszerűen felejtsd el. Tudatosan tégy erőfeszítéseket a múlt ignorálására. De ugyanez vonatkozik a jövőre is. Felejtsd el. Ne koncentrálj állandóan a jövőre. Ha a múltra koncentrálsz, akkor nem vagy jelen a jelenben, és nem éled az életedet. Ha mindig a jövőre koncentrálsz, akkor sem vagy jelen a jelenben, és nem éled az életedet. Fókuszálj, tehát kizárólag a jelenre. Mindfulness. Használj olyan eszközöket, amitől a jelenben vagy. Meditálj, csinálj hálalistát, imádkozz, ami neked segít. Konzultálj ennek a lehetőségéről a terapeutáddal, vagy kócsoddal. A terapeutáddal gestalt terápia, mindfulness. Van jó néhány kezelési mód, amely a jelen megélésére fókuszál, hogy jelen legyél a saját jelenedben. Légy tehát jelen a saját jelenedben, jelenedben, vigyél rendszert az életedbe, és zárd ki az embereket fizikai és mentális értelemben egyaránt, legalább napi egy órára ez az ADHD-soknak is nagyon sokat tud segíteni. Kezdésnek próbált ki ezt a három módszert, ezeknek képesnek kell lenniük arra, hogy elhallgattassák a rossz tárgyat, ha szükséges, menj el szakemberhez, mert a te életed ennél többet ér. Én coachingban tudok neked segíteni, edukációban tudok neked segíteni, nagyon sok szeretettel várlak, TKOK, séma tréning, és ugye most indul decemberben, a kódependens, gyors talpaló, ezt mindig elfelejtem. December másodikán ez csak egyszer lesz ilyen áron, mindössze 30 ezer forint, több mint 100 oldalnyi kódependenciával kapcsolatos PDF, négy modul, ami egy nagyon-nagyon sűrű és nagyon jó képzés lesz, lesz benne kódependencia, gyors teszt is, amit ki tudsz tölteni. Tehát mindössze négy alkalommal online. Nem muszáj ott lenned, elkérheted a hangfelvételt. A legközelebb ilyen lesz, ez egy 200 ezer forintos képzés, már nem tudjuk 30 ezer forintért odaadni, de ha most jelentkezel rá, akkor el tudod még ennyiért végezni. Kódependes, gyors talpaló a neve. E-mailbe tudsz jelentkezni az iroda.lifechanger.com-on, ha nem jutna eszedbe, akkor lent a videó alatt megtalálod. Szóval, amikor megtörtént a csoda, amikor a rossz tárgyakat, a rossz hangokat leigáztad, akkor nyitottá válsz a pozitív üzenetekre, a pozitív kapcsolatokra, azoktól az emberektől, akik valóban szeretnek, akik jót akarnak neked, és akik olyannak látnak és olyannak szeretnek, amilyen vagy. Olyannak fogadnak el, amilyen vagy. Ehhez kívánok neked sok szerencsét. Köszönöm a mai figyelmedet.